Hát tiszteltel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket, akikkel már közelebbi viszonyban, ismerettségben vagyok. A mai alkalommal kértem egy táblát Zoltántól és egy krétát is. Aztán Zoltán jelezte is, hogy mindig is volt tábla és mindig is volt kréta. Csak én nem használtam eddig. Ma egy olyan ma a szakrális rend egyes alapjait szeretném felrajzolni, és ugye annak a konfliktus rendszerét, amiben mi benne vagyunk. Ugye az előadás sorozatom, mindig mondom, legalább két szálon halad. Az egyik ugye a mai helyzet, és a másik, ami ide vezetett. Tulajdonképpen így lehet összegezni. Ma is lesz a mai helyzetről pár szó. Tudják, én elég sok minden, elég érdekes, és sok kihívás ért az elmúlt három évtizedbe, ami az életpályámat megfelelően alakította, és ezen kihívások sok tapasztalatot is adtak nekem. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy ugye, amiket én elmondok, az egyrészt egy ismeret anyag, másrészt személyes tapasztalatok, ami a kettő együtt erősíti egymást. És ugye az én fele barátaim, akik ugye a globalitásnak a magyarországi működtetőihez tartoznak, ugye tudják, hogy én is, tehát tudják, hogy én tudom, és azt is, hogy ők kik, meg én kik, én ki vagyok, és ugye tulajdonképpen a kapcsolatrendszerünk sokszor olyan, van egyfajta furcsa bizalmi rendszer, olyan, mint egy római arisztokrata és egy görög rabszolga között. Tehát a római arisztokrata, aki kormányoz, a görög rabszolga, az pedig úgy is tudja, hogy miről van szó, de a kettő pozíciójuk soha nem cserélődhet fel, de viszont a római arisztokrata megölheti a görög rabszolgát. De bizonyos helyzetekben vannak olyan helyzetek, amikor ugye szinte egyenrangúként cseveg az ember, hiszen tudjuk, hogy ő tudja, én tudom, meg mindent tudunk. És akkor tudom is, benne is vagyok, és nem is, meg voltam is, meg nem is. Tehát gyakorlatilag itt az egyik, hogy a végén kezdjem a dolgot, ugye elhangzott egy ilyen beszélgetésben, sőt egy konferencia előadás alatt is az egyik első nagyon középpontba helyezett egyetemen, ahol az egyik ilyen római arisztokrata meglátta, hogy itt a görög rabszolga, és akkor úgy kiszólt nekem, hogy hát igen, a fő küzdelem most már, hogy a két háború között ugye az volt, hogy a világban is, meg Európa, meg itt Magyarországon is, nem a két háború között, a második világháború után és a Rákosi rendszer között, hogy hát cionizmus vagy internacionalizmus, ez itt a kérdés. És ugye most is ugye ez a kérdés. Na most úgy tűnik, hogy a cionizmusnak áll a zászló, nem az internacionalizmusnak, de mindig a tanulság az, hogy a modernizáció úgy haladt át a globalizációba, hogy igazából a többi alternatívát megszüntette. A globalizáció pedig úgy épült fel, hogy mindig a változások árát a nemzeti színbe feltüntetett rendszerek vitték el. Tehát akik mögött mondjuk a cionizmus működteti. Tehát most úgy tűnik, hogy annak áll a zászló, de mégis, ha az elmúlt 200-300 év esemény sorozatát nézzük, mégis az internacionalizmus jön ki minden menetbe, és ami még maradt a régiből, az egyre kevesebb. Na, most már nincs is. Tehát tulajdonképpen már itt az országban kettőt ugyanazok intézik. Tehát akkor az országunknak a helyzete különben olyan, mint az egér a egérfogóba, annyi a mozgástér. Most ugye persze azt lehet mondani, hogy hát akkor most biztonságban vagyunk, mert ugye ez a két
küzdőfél, hogy kifizesse a révész, illetve az átalakulás árait az egy-két fűzőgő között, ha nálunk ugyanazok intézik, akkor mi biztonságban vagyunk. Hát tulajdonképpen igazából nem vagyunk, mert nem is vagyunk már. Csak a látszat van. Mint az egér a egérfogóval. De ennek van egy finomabb változata, és azért is beszélek, mert sokszor ugye bennem nincs gyűlölet, tényleg. Nincs, időnként harag van, de azt megfelelően tudja az ember kezelni, nincs, inkább szeretet. És van egy finomabb olvasata is a dolognak. A küzdelem ott folyik, hogy akik otthon akarnak lenni valahol, meg akik meg akarják szerezni, de csak uralni a helyzetet. Tehát lefordítva ezt a kettőt, a cionizmus és az internacionizmus bonyolult, de mégis egyszerű konfliktus rendszerébe. Tehát itt dől el a dolog, hogy az otthon, akik otthont akarnak és úgy alakítják a környezetet, vagy akik csak ott akarnak lenni, mert éppen hatalmat gyakorolnak. No, tehát ennyi optimista és rébusz beszéd után egy kicsit menjünk. Mindenesetre mindig Lázár János mindig jobb, mint Aleppo, tehát csak ne, hogy Lázár Jánosban Aleppo legyen, tehát ez a másik dolog. Na, tehát vissza, most menjünk egy kicsit a konkrétumokhoz közelebb. Most lemegyünk az ókorba megint, de előbb, hogy lemegyünk az ókorba, még egy kicsit közelebb is szeretnék egy pár gondolatot mondani. Drámai, ugye emlékeznek, többször elmondtam azt, hogy a római birodalom bukása után Európának új arculatát több erő próbálja rajzolni. És ugye a 8. század, tehát ez a 700-as években két hatalmas erő bontakozik ki. Az egyik délen az arab világ, és az északkeleti karé, amely 200-300 éves rendszert alkot meg, és aztán erre épül. Tehát a globalitás is úgy néz ki, hogy mindig van egy alsó a történelembe, halljuk egymást, ezt alsó szinten a történelembe, tehát muszáj megnézni minél lejjebb, mert egymásra épülnek a dolgok, és meglepő szövetségi rendszerek vannak 1000 év távlatában, esetleg korábban is meglátjuk a gyökereit. Tehát amit szerettem volna mondani, hogy a északi karé az, amit mert többször visszatértem, az a név, ugye a viking, a viking, aki nem nép, hanem lefordítva martalóc, rabló, tehát ez a viking, aki kereskedik is ide, és létrehoz egy férkő, ez a fordítás, ez az elnevezés. Tehát nem, ugye a népelnevezésekről már beszéltünk, meg majd fogunk, de most, ugye létrehoznak egy karét, ami Dublin, ők alapítják, York, aztán központ ugye a Skandinávia, aztán lefelé a másik karé Novgorodtól lefelé Kijevig, aztán majd bezárul a karé később Normandia és délen ugye a normann nápolyi szicíliai királysággal. De ez egy kereskedelmi pénzügyi rendszer. És ennek megvannak a erről számos részletét elmondtam már az elmúlt alkalmakkal, hogy hogy alakult, hogy épült. És ugye volt még egy drámai fordulatot a 750-es években, amikor ugye a Meroving dinasztiát felváltja a Karoling, ami egy új irány Európába. De aztán mielőtt az egész európai világ bezárulna a viking rabló kereskedelmi rendszer és az arab közé bizánci ékkel, ami ezt megakadályozza, az a háromszög, ami a 10. században alakul. Ez a háromszög ugye egyrészt a német-római császárságon belül a Bajor dinasztia erőssége,
másrészt a Hungária Archiregnum és a pápaság hármassága. Ami nagyon érdekes, mert korábban épp a német-római császárság az, ami konfliktusa éppen ugye velünk szembe, de erről is beszéltük, Augsburg, Megzeburg és a többi. De ez a pillanat az, amikor ez a hármasság bezár, és ez megakadályozza azt, hogy ez az arab-viking koalíció összeérjen Európába. Hogy működik ez a viking birodalom és ennek külön lerakatai, ez olyan, mint egy üzleti vállalkozás, a rablásra épít alapvetően, emberkereskedelemre, ez a legfontosabb, és ugye arra, és főleg az ezüst, ez nagyon fontos. És hát csak egy érdekesség, ugye az ő államukat, tehát ott Oroszország kerületi Rusznak nevezik. A Ruszról múltkor mondtam, az a Rusz az egy arab szó. Rusz. Arabok elnevezték. Azt jelenti veszekedő, ki nem állható nép csőcselék. Tehát veszekedő, állandóan veszekedő ember. A veszekedő, kötözködő ember, ez a Rusz. Ezt az arabok adják annak, amit ott a Rurik dinasztia megalapít. Na most ezt erről már részleteiben sokat beszéltem, ugye, de nagyon nagy küzdelem van ugye a brit szigetvilágban is, mert a legtöbb embert onnan rabolják el, Dublinba viszik, aztán eladják a nagyvilágba. Főleg az araboknak, meg a maguknak is. Ugye, de főleg az araboknak. Na most, és azért nem véletlenül mondta, hogy az egy kegyelmi pillanat volt, hogy a bajor erősségű Henrik és István király és az akkori pápaság egy olyan éket ver e kör gyűrű köré, ami megakadályozza, hogy az a fajta Európa alakuljon ki, amit az a 200 év predesztinál. Más kérdés, ugye a frankofon világ, ugye a Meroving korszak után, a Karolink korszakban, tehát mindig is már az a megosztottság, hogy mennyibe európai és régi, vagy mennyire norman és monetáris. Tehát ez a kettősség Franciaországban sokat angol-franciáborokon keresztül egész, na de ez majd erről sokat beszéltem már korábbi években. Na most visszatérve, a lényeg az, hogy ez volt ugye az ezredforduló körül történik, de a 10-20-as években hatalmas változás van. Ez még minden ám az előadás, ez még csak a bevezető, a múltkorihoz kapcsolódik. Mert nem erről akarok beszélni. De ez nagyon fontos. Ugyanis az első monetáris uniót Európában, az 1010-20-as években a következők hozzák létre. Tehát a Jeling dinasztiából Dániel királya, nagy Knut, aki beleveri az maradék angolokat a földbe, és megalapítja azt a birodalmat, ahol York központtal újra szervezi a brit szigetvilágba a viking, kvázi idézőjelben dán vagy norvég uralmat, viking uralmat, Dánia központtal, meg oda tartozik a mai Norvégia, Svédország, és ugye akkor élénk kapcsolatrendszer van Izland, Grönland és az amerikai kontinens között. Most már azt is tudjuk, hogy ez a kapcsolatrendszer, tehát az ottani viking települések legalább 100-150 évig fennálltak, és a kapcsolatrendszerükkel a nagy tavakig, illetve Floridáig leér. Tehát ez egy nagyon tág network, és Dánia központ, Nagy Knut azt csinálja, hogy egységes valutát teremt, egy pénzt teremt a skandináv világba és a brit szigetvilágba. Utána, és itt van a fordulat a német-római császárságon belül, mert István első uralkodása után a német-római császárság szövetséges. Tehát ugye ez is a tipikus, korábban ellenség, akkor szövetség. De Nagy Knut az új, a száli, szász északi velük vérrokonsága, tehát házassági kötelékbe lévő második Konrád idején, tehát a második Konrád húgát, lányát, nem tudom, elveszi a Nagy Knut, vagy annak az unokaöccse, tök mindegy. A vérségkapcsolat nagyon fontos, de ezt most éppen nem tudom pontosan, hogy hogyan.
de házassági vérkapcsolatban vannak, és második Konrád koronázásán a nagy Knut, aki mögötte megy. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy a német-római birodalom pénzügyi struktúráját egységesítik, összhangba hozzák azzal, ami Angliában és Skandináviában van. Tehát a német birodalmi pénzváltó értéke ugyanaz, mint a nagy Knut rendszer. Tehát gyakorlatilag valutaunió van. És tovább lépnek, és a bizánci birodalommal is pénzügyi szerződés és kapcsolatrendszer van, tehát egységes, ahol kettő egy arányba szabályozzák a németországi és a nagy Knut féle pénzügyi monetáris unió váltását a bizánci valutára. Tehát gyakorlatilag létrehoznak egy monetáris egységet, és ugye ki nincs ebbe benne, ugye az első nagy, tulajdonképpen a Hungária Archiregnum első nagy bekerítése István korába, István uralkodásának második részében történik, mert mi nem vagyunk benne ebbe a valuta, nekünk saját pénzünk van. István királyé. És tulajdonképpen ez az oka a második Konrád támadásának. És az utána való sok zűrzavaros helyzetnek sokáig. De ennek most egy kicsit előrébb vegyünk vissza az ókorba. És régebben elmondtam, de most szeretném elmondani, hogy tehát két dologból áll, amit most el szeretnék mondani. Az egyik az, hogy a hatalom pénz hogy alakul ki, és ennek mi a görög és zsidó modellje. Utána azt szeretném elmondani, hogy ez ugye egységesül a római birodalomban. Ez az előadás első része. A második része az a szakrális rend, ami ezzel szembe van már a keresztény világban, hiszen az egész történet újraindul. Már ugye most mutattam egy korai szakaszát a viking vonalon keresztül, de igazából már a 11.-12. században itáliai bankárok finanszíroznak olyan gazdasági tevékenységet, amire ráteszik a kamatos kamatot, de nem úgy, mert azt tiltja az egyház, hogy konkrétan királyi felségjogokat kapnak például Angliába a norman uralkodók által, akik ugye 1600, tehát a Dán uralom a nagy Knut után megroppan, és újra összeszedik magukat az angolok, Hitvalló Edvárd és a fia. De akkor jön az utolsó hullám, egyszer északról, azt visszaverik, és utána a norman hódítás 1066-ban, tehát ez egy 600 éves harc ott, mióta a rómaiak kimentek. És ugye gyakorlatilag a 8. századtól folyamatos küzdelem van, hogy a vikingek, normanok, vagy a kelta, angol szászoké marad Anglia. Most 1066-ban utána a király felségjogot ad a Bard és Peruzzi bankháznak a gyapjú forgalmazására, már a 11. században. És ugye az megtörték utána, a Franciaországban is otthon vannak, hiszen fél Franciaország norman birtok, és akkor jön lé, akkor még mindig működik nagyjából ez a monetáris struktúra, amit előbb elmondtam. Franciaországban tömegtermeléssel leveszik az árakat, és tulajdonképpen már a 11.-12. században felvásárolják az ottani egyik legjobb üzlet a középkorban, a posztó. Ugye? A só, a posztó és így tovább, se pénz, se posztó. Tehát már a 11.-12. században a brit, angol, norman kereskedelem, ami a kamatos kamatra épül, de nem nevezik meg, hanem helyette monopóliumot ad a király Angliába és Normandiába, hogy ezt termeljék, és Franciaországban pedig ugye dömpingárúval eljárva megakadályozzák, hogy egy külön francia rendszer kialakuljon. És ugye Franciaország politikai mozgása innentől ez eléggé koordinált, és 1160-as években ugye már 7. Lajos, azt már beszéltünk róla, átadja itáliai bankoknak az állam pénzügyi kezelését, az egész állami pénzügyi rendszert, erről is beszéltem. Na de ez tehát, ez a már a második menet ennek a történetnek, és megnézzük az ókori kezdetet, és utána azt a vázlatot, amit majd szeretnék fölrajzolni, már beszéltem el, de még soha nem rajzoltam fel,
A szakrális, a keresztény szakrális rend, amely épp ellentétes ez a hatalompénzre alakuló rendszerre. Na most ennyi bevezető után megígérem, hogy tudom olcsó poén, hogy nem fogom annyi ideig az előadást tartani, mint nagymesterek, melyekre példaként tekintek. Pap Gábor is csak fél órákat szokott beszélni, tudom. Lajos meg 10 percben összefoglalja, és utána már mindenki hazamegy. Úgyhogy én is próbálom követni a tűrés határig ezt az elképzelést. No, tehát ugye tehát lesznek azt, amit már hallottak. Egészen biztos, hogy lesznek olyanok, amit hallottak, de muszáj még egyszer fölpörgetni a régit, hogy az újakat is el tudjam mondani. Tehát emlékeznek, amikor elmondtam a hatalom pénzrendszerét. Tehát az, amikor a pénzt kitalálják, az azért van az első szinten, hogy általános egyenértékes cserét hajtson végre, tehát valami, amire mindent lehet cserélni. A következő szint, amikor ebből a valamiből, amit pénznek neveznek, sok van, tehát azt is el lehet adni. A pénzt is el lehet adni. Ugye ez pedig, ez az első szint, ez a második szint. Aha, ketté törtem a krétát, nem baj. Igen, ez a második szint, az első az itt van. Ez a kölcsön, ugye emlékeznek a szép magyar nyelvbe, és ugye utaltunk a magyar viszonyokra is, de most nem fogunk, a 18.-19. századra, ugye a kölcsön az azt jelenti, hogy egy kölcsönös viszony, tehát egyenrangú viszony, magyarán annyira adják el a pénzt, hogy a másik meg ki tudja fizetni azt az árat, amit kamatnak hívnak, tehát kölcsönös a viszony. Annyit adnak, annyira adják a többletpénzt, amennyire a másik meg tudja venni. És ugye ez csak, ez ugye ennek a fedezet a hitel, a hitelnek pedig a magyar hitelesség szóhoz kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy egy olyan megbízható közösség által elismert, aztán ugye majd a modern korban a saját bankrendszer által korlátozott kereskedelembanki tömékenységről van szó. Tehát gyakorlatilag hiteles ember a hithez, tehát köthető tud, csak úgy a pénzzel bánni, hogy kölcsönös viszonyt tudjon az eladásból teremteni. De a következő szint ezt meghaladja. Ez a hatalompénz, amikor olyan pénzt, annyira adják el a pénzt, hogy a másik nem tudja megvenni, meg kifizetni. Ugye ennek az alapötlete a kamatos kamat, és így ugye gyakorlatilag nem üzleti viszony keretkezik, hanem hatalmi viszony, egy aláfölé rendeltségi viszony, egy kiszolgáltatott viszony, ami hatalom. És ugye elmondtam azt, hogy a ma a 20.-21. században körülbelül egy ilyen 15 bank van az, ami ezt a kamatos kamatrendszert működteti, akitől az 300-500, illetve 1500 globális cég függ, ami lefedi ugye az egész világ termelését, kereskedelmét, szolgáltatását. Tehát gyakorlatilag már az én kisfiam tankönyvében is azt tanítják történelemben, hogy az első világháborúban már megszűnik a verseny. Monopóliumok vannak. Már első világháború, de erről már beszéltünk, nincs verseny. Tehát ez csak, ez azt jelenti ma, hogy ugye ez a 15-16 bank, aminek a túlnyomó többsége angolszász területen van bejegyezve, től függ a kamatos kamatrendszeren keresztül az államok, a nagy cégek és rajta keresztül mindenki. Tehát ennek a, és ezért nagyon tanulságos, hogy a globalizációt és az megelőző modernizáció súlypontja évszázadok óta az, ami angolszász tengely. És ez már olyan erős, hogy amikor a frankfurti Rothschild család
gyakorlatilag átszövi az egész európai kontinenst ez a struktúrával. A igazi központja Londonban lesz. De ezt nem ők építik fel, hanem tovább viszik. De erről már beszéltem, és most ez csak egy kitérő. Na most, és az még egy fontos, hogy a mostani struktúrában az elmúlt 30-40 évben ugye ezen belül van egy negyedi, vagy alváltozat, amikor már nem pénzt hiteleznek ki a bankok, hanem úgynevezett számlapénzt. A számlapénz pedig azt jelenti, hogy ez, hogy a bank már nem közvetítő, azaz nem a bankbetétek arányához mérten közvetíti a pénzt kölcsönként. Hanem arról van szó, nincs is már pénz, nem is nevezik pénznek, számlapénznek, pénzhelyettes, számsorok jelennek meg, ugyanis a banki hitelezés az elmúlt évtizedekben elszakad a közvetítő jellektől, elszakad attól, hogy megfelelő, kötelező banki tartalékot képezzenek, ugye, amit általában nemzeti bankok kezelnek. Sőt, most már ugyan utólag kell a tartalékot bemutatni, tehát nem előre. És gyakorlatilag a rendelkezésre álló pénznek a 100 vagy 1000 szeresét is kikölcsönözhetik. Sőt, ezek a bankok egymásnak hiteleznek. Tehát, hogy nekem legyen többet, a másiktól veszek fél, aztán, hogy szintén számlapénz. Na most ugye ez ennek persze megvan a fedezete, hiszen a hiteles, az eladósított föld, világ, országok, cégek, minden, stb. Az a fedezet. És ugye az államkötvényeken keresztül az államok, stb. Tehát gyakorlatilag, ha van egy kieresztés, amikor ugye hirtelen bank becsődül, akkor ugye az árak, akkor ugye gyakorlatilag pénz kvázi eltűnik, akkor ugye az árak felmennek, az ingatlanok árai meg lemennek. Tehát gyakorlatilag a legfőbb fedezete mindig is ugye a reál, a termelés, a reál vagyon, azon belül a föld a legfontosabb, és másodlagosan az arany. Tehát ez a mai rendszer, ugye ez a számlapénz rendszer kezeli az a 15-16 bank, amiből 3/4 angol száz, és 1-2, ami nem. Pedig a Deutsche Bankot is ide sorolják, ami éppen most vonják ki a pénzt. No, tehát ezt mind azért mondtam el, hogy az eredeti sége visszamenjünk az előadás első részébe. Ugye az érdekes, hogy a 6.-5. századig a szakrális ókori rendszerek tiltják a kamatos kamatot, vagy pedig időről időre, legalább generáció egyszer elengedik az adós rabszolgaságot. Miért? Azért, mert hogy működik ugye ez a kamatos kamat? Ugye ez egy koordináta tengely, ez az egység, megfelelő időegységek, ez pedig a mennyiség, a követelés, tehát ez a követelés, ez az idő. Tehát gyakorlatilag a kamatos kamat az hatványozottan ugrik. Erről már beszéltünk, csak így látványosabb. Az adós pedig ugye teper-teper, hogy utolérje a követelést. De ez állandóan csak növekszik. Ugye itt rákényszerül az adós, ha már akár magán, akár vállalkozó, hogy minél nagyobb profitot szerezzen. Azt pedig úgy tudja, hogy a költségeket állandóan csökkenti, minél jobban csökkenti. A költségcsökkentés sok mindenre kihat. Nem fizettünk adót, nem fizettünk bért, és egyre kevésbé van arra kapacitás, hogy a környezet, a felélt források működő képességébe folyamatos fenntartására, gondoskodásra visszafordítson pénzt. Ez nem jelenti, nem engedi, és ugye a verseny is azt jelenti, hogy úgy tudom a profitot növelni, hogy a versenytárs is nem. Ugye a szakrális rendszerben a versenytársban a legjobbat akarom kihozni, ebben a rendszerben meg el kell pusztítanom, hogy tudjam növelni a profitot.
Na most ez látszik, hogyha még ha egyedül is marad az illető, ez egy teljes önfelszámolás. Ezért tiltották, illetve időről időre elengedték az adósrabszolgaságot, illetve adósságot magyarán. És gyakorlatilag az 5.-6. századig ez így működik. Erre akkor van egy nagy változás, ugye szoktam, hogy éppen a többek között Hangas Béla is felhívja a figyelmet, hogy akkor nagy változás van a világban. És ezt a változásnak van egy, ezt már én mondom, egy görög modellje és egy zsidó modellje. Nagy változás van a világban, ugyanis azt mondják, ahogy ezt mégis lehet kezelni anélkül, hogy tiltanánk, illetve az adósságot időnként elengednénk. Egyébként pont akkor nagyjából ugye kezdődik a halak korszaka is, tehát ez az az időszak, tehát egy nagy, ez a ugye Krisztus előtt most 6., 5., 4. századról van szó, szóval, hát nagyjából akkor, tehát egy egészen új világ van, ahol a viszonyok a korábbi 1000 évekhez képest alapvetően megváltoznak. Na most, hogy lehet ezt megoldani? Úgy, hogy a legfőbb adós alá egy piramis játékszerűen alászervezzük a neki, tőle függőket. És ugye ez azt jelenti, hogy akik feljebb vannak, azoknak több marad. De állandóan bővíteni kell a kört, hogy az egész rendszer működni tudja. És aki legalul van, azoknak a legkellemetlenebb, mint ugye nekünk az Európai Unióban, ugye a legalul utolsó 2-3-ban vagyunk. A helyüket mutatja, tehát minden, tehát még az, tehát minden látszat előn GDP is ugyanúgy áll, mint 2008-ban, tehát stb. Se kevesebb, tehát mint 10 évvel ezelőtt. Tehát, és ez egy beállt rendszer, és tehát eznek állandóan növekednie kell, és ezért ugye kitaláltak azt, hogy igazából ezt úgy lehet növelni, hogy vagy minél intenzívebbé tesszük egy területen belül a forrás kihasználást, tehát hogy ami egy elfogy, akkor egy másikat hozzunk bele, de igazából ez egy nem elég biztató rendszer, hanem a leginkább, amit segít, hogyha pénzügyi monetáris a hatalompénz, ez a katonai impériumot hozzáteszük. Az extenzív, a hódítás. És tulajdonképpen ez egy nagyon dinamikus dolog, sietni kell. Minél hamarabb, minél több forrást kell bevonni. Tehát állandó lendületben van a birodalom. És ugye lendületben legyen igazából a technológiai fejlődés, ahol mindig van, az a katonai technológiai fejlődés, a ukorban is. Tehát ha máshol nincs is, elsőlegesen a katonai technológia az, ami fejlődnie kell. Na most, és ennek van két modellje. Az egyik a görög modell. A görög modell ugye gyakorlatilag a 7. században indul, aztán 6. században kezd kiteljesedni. Válság van, ugyanis a régi hagyományos rend a vallásossággal együtt ugye a föld forgalom képessége meg tehát az állandósága és a hozzákapcsolódó örök világnézet, ugye a fent és lent egysége, kezd megbomlani, mert közben a görögöknél elkezdődik ez a hatalompénzi rendszer, és Szolón az, aki azt mondja, tehát ugye van egy kompromisszum a régi földes arisztokrata, földbirtokos, illetve földtulajdonos, meg paraszti és a városi kereskedői csapat között, és a Szoloni alkotmányreform azt mondja, hogy megszüntetjük az adósrabszolgaságot. Na de akkor hova menjen a pénz? Hol építse tovább, ha Athénban nem lehet ezt a rendszert? Hát az első az a körüllakók, ugye a metoiszkoszok, akik nem athéni állampolgárok, ők, de ők lesznek azok, akik ezt élvezhetik, illetve a gyarmatosítás,
A gyarmatosítás, ami szintén ekkor indul meg, elindulnak messze, keletre és nyugatra is. És a perzsákkal való egyik fő konfliktus az, hogy a görög pénz benyomul a Perzsiába is. Na most ebből hatalmas háborúság indul, és tudjuk, hogy Athén, mert a katonai technológiája sokkal jobb, mint a perzsáké, a hajóik kétszer-háromszor gyorsabban tudnak mozogni, mint a perzsáké, meg van haladva a katonai technológia, hiába van mennyiség nagy, a minőség jobb. A perzsák, tehát a görögök a technológiájukkal és a hősiességükkel, na meg ugye a spártaiak részvételében visszanyomják a perzsákat. És ugye ezután jön a periklészi korszak, és itt teljesedik ki az, ami Szolón és Kleisztenész idején megindul. A periklész korszaka, maga Periklész is, ugye új rendszerbe szervezik a görög világot. Ennek a politikai apja a Déloszi Szövetség. A Déloszi Szövetség azt jelenti, hogy Athéna legerősebb, és a többi városok vele politikai katonai szövetségben vannak, kivéve Spárta. És ugye ennek a központja Athén, fölépítik újra a Parthenont, ami ugye egy szakrális központ, de innentől kezdve Periklész korától egy bank. Tehát a Déloszi Szövetség bankja. Ott őrzik a Déloszi Szövetség aranyát. És a periklészi fordulata az, ezt már elmondtam, de még egyszer muszáj elmondani, hogy az az arany, amit letétbe helyeztek náluk a szövetségesek, az tulajdonképpen és ebből fizetik a közös meg az athéni katonaságot, azt mondják a görög katonák, hogy ez az arany nem letétbe van nálunk, hanem a miénk. A miénk, és akkor utána ezt kihelyezik, és akkor ugye a többi városállam, mondt pedig a közös aranyból finanszírozott katonasága ráveszik őket, hogy vegyenek fel kamatos kamatot abból a pénzből, ami korábban az övék volt. Na tehát ez a Déloszi Szövetség, csak hogy ez megold, egy rendszert megoldott, de terjeszkedni kell továbbra is, és ugye a terjeszkedés nagyon nehéz. Ott van Spárta, velük konfliktusba kerülnek, több háború van, ugye Théba ostroma, Athén ostroma, stb. Ez gyakorlatilag ezt a háború döntetlen. A spártaiak katonailag talán megnyerik, de kivérzenek benne. De az biztos, hogy a athéni rendszer nem tudja beintegrálni őket, viszont nem tud tovább sem menni, mert a perzsa birodalom még mindig ott van. És innentől kezdve a forrás nem tud tovább hódítani, a gyarmatok elszakadnak, mint az Egyesült Államok, tehát Szicília meg Marseille nem Athénnak tejjel mondjuk. Tehát semmi közük nincs egymásnak, csak kulturális meg a kereskedelmi kapcsolat, de nem hatalompénz kapcsolat. És innentől kezdve jönne a 30 zsarnok kora, hiszen átalakul a rendszer, hiszen forrásokat már szűkülnek, és egyre inkább nyílt hatalmi struktúrával lehet újraosztani. De mielőtt még tovább lépnénk, az a rendszer, amit kitalálnak periklészék, az tulajdonképpen a görög modell, az a 20. századi szociális piacgazdaság nyugati jóléti modellje. Hiszen Periklész korában Athén és a közelbák nagyon jól élnek. Fizetik ugye, aki színházba megy, annak is pénzt kap, aki szavazni megy, az is pénzt kap. Tehát gyakorlatilag de akik minél távolabb vannak a központtól, annál kevésbé részesülnek a javakba. Hát gyakorlatilag a nyugati szociális piacgazdaság is úgy működött, hogy volt egy nyugat-európai központ, és tulajdonképpen akik ebbe bele dolgoztak, akár le Ázsiáig, vagy Afrikáig, meg aztán közben Közép, meg Kelet, meg Dél-Európa, de azok is jók voltak. Tehát egyre kevés, tehát ők nem tudtak tovább fölzárkozni a nyugathoz. Képtelenség. Mert ez a rendszer, amit ugye ott a Görögföldön Athén központtal kidolgoztak, ami egyfajta jóléti struktúra Athén és a központ számára, ez az, ami jóléti rendszert hoz, és megalapozza, és sokáig fenntartja Nyugat-Európába. Sajnos a mi pozíciónk azóta csak romlott, tehát az elmúlt 40 évben a középponthoz képest, minden szempontból.
Tehát, de a központ is változik, de ebben most nem akarok belemenni. Na most még az utóélet a történetnek ugye az, hogy a belső görög világ a forrásai beszükülnek, és egy új lendületes őserő, ugye szintén a szövetséges része, a makedónok átveszik a hatalmat a görög világ felett, és a makedón hadsereg és annak zseniális vezetése tulajdonképpen a hatalompénz rendszerét bevonja ki, tehát egész Egyiptomtól Indiáig a struktúrát, annak az a lényege, hogy igazából ha a hadseregek, tehát nem csak a hadseregek, a görög hadsereg győz, hanem a helyi elitet ugye megrostálják, de igazából üzletet kötnek velük. És tulajdonképpen kvázi ilyen római birodalom előzménye, üzletet kötnek velük, ahol tulajdonképpen a piramis rendszert úgy megosztják. Tehát valahogy így, hogy vannak alközpontok, és akkor ezeknek vannak a piramisai. És ugye amikor a központ meghal, mert elég nagy terület, mindegyik kezdi a külön életét. Na most ez a görög modell. A másik modell, ez pedig a zsidó modell. Ez is 5.-6. században leírt, az József történetéről van szó. József ugye a Mózes, a Tórában van írva. Én az Ószövetséget úgy kezelem, mint keresztény és katolikus. Tehát az Ószövetség nagyon sok minden van. Egyrészt Isten, ez én hitem és gondolata szerint, Isten önközlő ki a kinyilatkoztatása. Másrészt pedig a világ alap dolgairól olyan alap igazságuk, amely egyébként ugye más ősiratokban is benne vannak, meg a mi magyar népmeségben is. A harmadik pedig a sajátos zsidó hatalom taktikák. Hihetetlen. Nem 30-20 éve ezelőtt, amikor olvastam, akkor ezt nem láttam. De az elmúlt években, hát elképesztő. Tehát mikor, hogy, mit, hogy kell csinálni, attól függ, mi a cél. Ez mind fel van sorolva. És ugye ezekből konfliktusok vannak, akár Istennel is. Tehát ez a hármasság, tehát az világról, Istenről és a zsidó népről, meg az ő választottságáról, de erről már egy más az igazság, tehát csak szimbolikus igazság ugye a mese. Tehát én már ezt elmondtam egy más előadásban, most nem térek erre ki, az majd máskor meg a könyvemben, majd szeretnék erre utalni. Majd megint a kell. Tehát lényeg az, hogy az egyik ilyen hatalom technika az, amikor József ugye rabszolga, és ugye tudjuk a történetet, Jákob fia, a testvérek féltékenyek, és ugye eladják rabszolgaként Egyiptomba, Egyiptom felé, és ugye otthon úgy mondják el, hogy meghalt a József. És ugye rabszolgaként kerül Egyiptomba, de csodák történnek, emlékeznek, korábbi előadásomban elmondtam, hogy itt a csoda álomlátásba jön. A álomlátás ugye a jövőbelátás. Azaz görögű prognózis. Tehát előrelátás, előre tudása. Itt álomként jön, és az az igazság, hogy ez lehetséges ebbe a rendszerbe, és meg a Józsefibe is, ami mindjárt következik. Tehát amennyiben én vagyok a hatalompénz gazdája, az a terület, ahol én tőlem függenek, ott én prognosztizálni tudom tolik határig a jövőt, mert én irányítom a politikát. És én mondom meg, hogy ki kap enni, és ki nem fog enni kapni. És ugye nálam van a katonaság, ami ezt koordinálja, ha szükséges. És minden más, ami kell. És ugye a globalizáció arról szól, hogy ez a kis rendszer terjeszkedik, és most már 15 bank az, amely ezt megszabja, amely egymásnak hitelez. Ugye, ha azt, eddig egyébként elfogadja a tudományosság is.
Csak azt nem fogadja el, hogy közvetlenül kapcsolatban a politikával. Mert arra mondja, hogy összeesküvés. Márpedig ugye látom, most már nem annyi gonoszság van benne, hogy az én életemben is sokat tapasztaltam, hogy nem akarom még egyszer, ugye ez a kártyavár, szokták vasárnap este az amerikai film, ugye, hogy milyen küzdelmek vannak ott a Kapitóliumban. Az teljesen igaz, csak úgy írja le a politikát, mint mindenki egyéni játékkal. És aki a legravaszabb, legaljasabb, legsikeresebb, annak valami lesz. Mint ha ez egy ilyen mindenki, mint a össze-vissza szágódó kis golyók, akik ütköznek, aztán megint szétválnak. Tehát nem lenne benne rendszer. Ez az, ami nem igaz. Tehát nagyon komoly fegyelmező rendszerek vannak. Múltkor, éppen tegnap egy zárt körű előadásomban elmondtam azt, hogy a saját életemen keresztül hogyan láttam, hogy voltam kapcsolatban. Hát tulajdonképpen én ezért láttam az egész világot, meg jártam be az elmúlt 30 évben, és nem turistaként, és mindenféle politikai műhelyekben, és ajánlatokat a titkosszolgálat, a páhoig, az üzletvezetéstől, a házasságig, mindent megkaptam, mert tehetségesnek tartottak, ebben nem tévedtek. De én viszont nem lettem része a rendszernek, de közben megmutatták. De más státuszban valamikor, na mindegy, ezt most ne akarom bemutatni, megmutatták, de nem lettem része a rendszernek, de ismerem. Tehát, és ez maga a szervezésben is, tehát ezt múltkor elmondtam, tehát akinek pénz van, és akármilyen kis üzletet csinál, nem úgy csinál, hogy hát, ahogy esik, úgy puffan, tervez, szervez, kalkulál. És ugye akkor tud igazán, hogyha már maga a politikai rendszer, nemhogy irányítja, ő hozza létre, vagy ő maga a politikai rendszer. Tehát akkor, különben az egész akkor tényleg idiotizmus. Tehát a prognózis lehetséges, az előrelátás, hiszen ezt az én kedvenc hasonlatom, hogyha én ráteszem a kamatos kamat nyakörvét a kiskutyára, akkor mégis át tudom A-tól B-ig vezetni, még ha a kiskutya ide-oda ugrál és bármit csinál. Mégiscsak oda viszem előbb-utóbb. Vannak kilengések, visszalépések, újratervezések a technikában, hogy hogyan. Abban vannak, az nem úgy megy, mint a vonat, ha jól menet. Ott vannak nyilván váratlan tényezők, új erőcsoportosok, úgyhogy kiskutyának pisilni kell, kiskutyának enni kell adni, hanem akarom, hogy megdögöljön, míg odaérünk. Tehát ezek, de azért tudom többé-kevésbé koordinálni az eseményeket. És azon a területen, ahol én vagyok, ott szinte 100%-osan. És egy nő, tehát itt egyszer fölnő, a ókorban majd összeomlik a Római Birodalom végén. Aztán újraindul épp, ahogy mondtam, a viking arabkor, aztán tovább. És ebből lesz egyszer a szakrális rend lebontása, a modernizmus, és amikor már csupán idézőjelben a cionizmus és a internacionalizmus a választható dolog, az már tulajdonképpen maga a globalitás rendszer, és a választás tulajdonképpen csak arról szól, ki vigye, a köve kifizesse meg a következő célba az árat csapaton belül, meg az alárendeltek közül. Kifizesse a többet, és kire nincs már szükség. No, tehát a József tehát prognosztizál, és ugye hét kövér tehén, hét sovány tehén, és a kövér tehenek megeszik a sovány teheneket, tehát hét gazdag esztendő, hét szűk esztendő, és ugye itt ugye az a lényeg, hogy a felesleget közös raktárakba kell vinni, birodalmi ugye, raktárakba, és aztán utána újra ki kell osztani, igaz? És ez rendben is van, tehát Egyiptomban viszont ugye nincs egyébként földtulajdon. Birtokosok vannak, egy tulajdonos van, az istenség, annak a képviselő a fáraó, de ő maga is, mint Isten, odafelel. Tehát nem az övé, nem magáért felel tulajdonképpen. És ugye, és ezek a birtokrendszerek ugye van egy évezredes rendjük, hogy működnek Egyiptom. Na a változás úgy történik, hogy ugye beszedi a tartalékokat,
Ugye nyilván nem kér senkiért ezért letétetti pénzt, ugye amíg az állam kezeli, addig ugye az nekem profit, hiszen nem, ez egy közösségi elosztási rendszer. És ugye egy tulajdonság, stb. De viszont itt jön a sztori másik része, József már nem ingyen adja vissza. Hanem először elkéri a földet, utána a tehenet, az eszközöket, a házat, a családból csinál adósrabszolgaságot, és az utolsó kép, hogy térden állnak előtte az egyiptomiak, hogy ad legyek a rabszolgát, hogy ne halljak éhen. Na most ez a rendszer, ez a sztálini diktatúra típusú rendszer. Amikor is jön egy hatalom a jó jövő nevében, ugye a jövő az kép az nagyon fontos, gyakorlatilag állami hatalma mindenkitől mindent elzabrál. Ugye ezt szoktam mondani, hogy a nyugati bankok, ugye ez a 16-nak az elődje, vagy pont ez a 16, vagy 10 tucatnyi, miért hitelezi meg egy kommunista rendszert, miért finanszíroz, miért hoz létre, és utána fenntart. Hát azért, hogy a haladás és a nép nevébe az állam mindenkitől begyűjt mindent, és utána eltelik egy idő, egy generáció, két generáció, megszűnik a finanszírozás, illetve átalakul, jön egy szabad választás, szabad kormány, és azok privatizálják. Ugye azoknak odaadják, akik korábban létrehozták ezt a rendszert. Mennyivel egyszerűbb néhány évtized alatt begyűjteni azt, hogy máshol évszázadok kellenek. Tehát gyakorlatilag ez a rendszer, az a totalitarizmusnak a rendszere, ami a józsefi modell. Persze itt is a cél, a túlélés, ugye, ugye nehéz évek vannak, de majd eljutunk oda a kommunizmusba, csak addig ki kell bírni, ugye? Hát ez tulajdonképpen ugyanaz. És akkor ez a két alapvető toposz, a szociális piacgazdaság és a diktatórikus rendszer, amely mindegyik arra alapul, hogy koncentrálja a hatalompénzt, csak az egyik magánbanki úton, a másik a magánbank létrehoz egy államot, vagy egy rezsimet, és azon keresztül gyűjti be amit begyűjt, mindent. No, az első birodalom, ami így létrejön, a vízözön utáni általunk ismert korba, vitathatatlan, ugye az ázsiai világokban sose engedték el, és beszéltünk, hogy a hatalompénzt, ha már van, magánbankok csinálják. Mindig a császári volt Kínában, és stb. A császár engedte meg az extra kereskedelmet, ugye a jáde, a sejem, minden. Tehát, és az erre a hitelezési viszony mindig állami, birodalmi ügy volt. Követi a józsefi modell, de nem úgy, hogy kifosztja az egész rendszert. Tehát nem azért gyűjti be, hogy a Peking, hogy átadja, amíg nincs ugye a kelet-indiai, valamelyik kelet-indiai társaságnak. Tehát az majd később. No, és a római birodalom, ugye a római birodalom az, amelyik miután az etrusz királyok megszűnének kormányon lenni, a római köztársaság alapelve, hogy soha nem tétjük a kamatos kamatot, sőt, ezen működünk, sőt, a kamatos kamatrendszert magánbankok csinálják, ővék az állam is. És tulajdonképpen a régi szakrális rend és a hatalompénzrendszer nagy konfliktusokba kerül a Krisztus előtti első századba. Ugye ez polgárháborúk, ugye Gracchus, Marius, Spartacus, és így tovább, majd végül ugye a két triumvirátus rendszere, ahol is ugye egy család nyer két menetbe, ugye ez a Julius család. A Julius család, a Révai József nem a kommunista ideológus, hanem a klasszika filológustól olvastam, egyik legnagyobb bankárcsalád Rómában. És ennek az oldalági nem túl, tehát nem a fő, tehát egy oldalági leszármazott a Julius Cézár, aki, hogy politikai pályafutását finanszírozza, kölcsönt vesz fel. Nem csak a saját banktól, hanem itt jön a fordulat a sztoriba, hanem a másik nagy
keleti banktól, és így jön létre egy egészen új, és ez a nagy Heródessi kapcsolat. És a galliai hadjáratban ér össze a dolog, hiszen a galliai hadjáratot valaki megfinanszírozza. Ugye hát a nagy családok közül is az nyer, akinek több katonája, jobb kiképzett, többen jobban felszerelt, és mennyiségben is több, tehát akinek több pénze van. Aztán lehet csatározni, de előbb-utóbb végül az nyer, aki ezt tudja finanszírozni. Hát a szegény Pompeius Magnus serege, aki a régi világnak volt, tehát egyszerűen szétoszlik, mert nincs mivel finanszírozni a Pompeius Magnusnak. Ellenben Julius Caesar és majd a következő menetben ugye Augustus fog nyerni. De ez a kapcsolat, ami Róma, a Julius dinasztia és Nagy Heródes között létrejön, tehát ahogy a római birodalom tulajdonképpen két tulajdonosnak az üzlete, zárójelbe. Aztán utána kettőből egy lesz, de ez már majd erős beszélünk. Ennek régi hagyománya van. Nagyon régi hagyománya van. Ez csak egy beteljesülése az évszázados előzményeknek. És ugye ezt is elmondtam, de muszáj elmondanom, és akkor még ezt letörlöm, és akkor a modern keresztény szakralitás rendszerét fogom felrajzolni. Tehát itt most nem időztünk azzal, hogy az ókori szakralitás hogy működik. Egy biztos, nem engedi a kamatos kamatot, mert szétrombolja a rendszert. A kamatos kamat még azt se engedi, hogy család legyen. Mert állandóan bővíteni kell a piramist, ami azt jelenti, hogy ha például a családtagok egymásnak adnak pénzt egy lakásvásárlásra, ez is egy akadálya annak, hogy tovább menjen a piramis. És gyakorlatilag a GDP mai mértéke zseniális dolog, most mondják mérföld, meg misztikus, meg minden. A GDP azt mutatja, hogy a pénz tud-e még mozogni. Ugye nem csak termelést mutat, hanem minden, ahol pénz van, kiadást, lakáskiadást, szolgáltatást. Tehát amíg a GDP növekszik, az azt jelenti, hogy a piramis extra, intenzív módon egy területen tud növekedni. Még mindig megtalálja a forrást, ahol még egy újabb lépést tud. De ez viszont le kell, hogy romboljam, lerajzolom azt a keresztény szakrális rendszert, ami legalább négy oldalról akadálya ennek. És ezt le kell rombolni, mert végül is ugye, és azért, hogyha a GDP nem növekszik, az nagyon rossz. Az nagyon rossz, mert azt jelenti, hogy innentől kezdve forrásfelélés kezdődik. Önfelszámolás. Tehát valamit gyorsan kell csinálni, ha nem mást, akkor az egész rendszert újraalkotni, tehát akár új államokat létrehozni, újra szervezni, és akkor valahol akkor kezdődik újra az egész a maradékon. Na, tehát visszatérve, Róma régi kapcsolatrendszer, emlékeznek, egy évvel ezelőtt talán elmondtam, vagy kettő, hogy melyek ezek a régi kapcsolati rendszerek. Hát először is ugye az első, ahova a római birodalom elkezd terjeszkedni katonailag, Itálián kívül, ugye az Etrusz meg minden világot legyőz, az a görög világ. Arra megy először. És ugye itt van egy, itt az első közös a római és a zsidó világ között. Ugyanis mi, ugye ki alapítja, ugye Romulus és Remus alapítja a Rómát, az igaz, de mégis Éneász királyfi az, aki Rómát Rómává teszi. A trójai királyfi. És honnan menekül? Trójába. Kik elől menekül? A görögök elől. Ez a római görög alaphelyzet. De mi a görög zsidó alaphelyzet? Legalább ilyen konfrontatív. Ugyanis itt két globális világkép ütközik. Eredetileg is. Az első ugye a görög kozmopolitizmus. Tehát ha görög vagyok, akkor az egész világ polgára vagyok, illetve az egész világnak lehetek polgára,
A kozmopolitizmus ugye azt jelenti, hogy a görög és a görög pénz, a görög szellemiség az, amely képes arra, hogy egységesen megszervezze a világot. Tehát mindenhol otthon tudok lenni, mert az egész világ olyan, mint amilyennek én akarom, és ennek megvannak az én mindenféle elveim. Na most a zsidó világ az pont ott is pont egy univerzális eszme, mondja, egy Istennek választott népe, hogy az egyisten dicsőségét és akaratát az egész világon rajta keresztül érvényesítse. Tehát két kizárólagosság ütközik itt egymással. És ugyanakkor ez a kizárólagosság Júdeába keményen összeütközik. A Makkabeus fölkelés tulajdonképpen arról szól, hogy a zsidó-zsidók és a rajtuk uralkodó elgörösödött zsidók közti konfliktus van. Hiszen maga a görög világ lesz majd, vagy a zsidó világ lesz majdnem hellenisztikus az egész. Görögé válik. Tehát itt egy olyan mély antagonisztikus ellentét van, amely nem tudja egymást elviselni, hiszen az egyik a másikat veszélyezteti. És tulajdonképpen a görög kozmopolitizmus és a zsidó egyisten hit konfliktusa, és ugye az végül is ebben az is benne van, hogy a hellenisztikus világból ki az, aki végül, hogy kik szervezik a cionista zsidók, vagy az internacionista zsidók lesznek a kamatos kamatnak a gazdái. Ez egy alapvető kérdés. Ki újjárja a Jeruzsálemet? A görög elgörösödött zsidók, vagy a originál zsidók? És kinél van akkor a pénz is? Tehát gyakorlatilag itt az első alapkonfliktus. A másik, ugye hova mennek a rómaiak, meg itt meghódít, ugye terjeszkedni kell, az a Pun birodalom. Több három háború van, tudjuk. És kik a punok? Föníciaiak. És miért mennek oda a föníciaik? Hát egyrészt már menekülnek. Kik elől? A zsidók elől. Olvassuk el az Ószövetséget. Tehát a Pun birodalom azon filiszteusok hozzák létre, akik elmenekülnek a zsidók elől. És tulajdonképpen itt a másik közös pont, a közös ellenségnek, és a közös szövetségnek. De van még egy nagyon mély dolga, amire éppenségben Pap Gábor hívta fel az én figyelmemet is. Hát nézzük meg az eredet mitoszba. Ugye Káin Ábel, Romulus Rémus. Ezek olyan jó testvérek, hogy agyoncsapják egyik a másikat. Tehát gyakorlatilag a testvér ellenség ellenségé válhat. Tehát benne van akár a saját véreik feláldozása egy valami célért. Ellentétben ugye hunor és magyar, ugye, is az a másik, tehát nem ugyanaz a világ. De van egy több közös ellenségek vannak, közös világképi gyökerek. Na, ugye ez mind megalapozza a maga történetiségében, hogy a Julius és a Herodesi dinasztia egymásra találjon, több előmenetel után, és gyakorlatilag a galliai hadjáratnál a katonaság jelentős részét, ezt maga Cézár írja le, ugye a véres baltás, ezt is mondta, az a Cézár, ugye eredeti, az azt jelenti, hogy baltás, véres baltás, ugye a 800 ezer gal és 400 ezer szász három év alatti kiirtása, nagy teljesítmény az ókorban is, tehát ezért. Úgyhogy a katonaság jelentős része maga a nagy Heródes katonái. Ők küldi, és kiképzik, mint római légiósok. Ezt maga ő írja le a galliai hadjáratba, és utána a veteránokat pedig Kordobába telepíti le. És Kordoba azért lesz nagyon érdekes, mert ugye aztán, amikor létrejön az arab birodalom kordobai rendszere, az gyakorlatilag az arab arisztokrácia és kereskedő réteg és a zsidó kereskedő réteg és állami adminisztráció szövetsége. És tulajdonképpen, amikor az első kora globális fuggerhazú birodalom létrejön, és Torquemada szétszavarja a zsidókat a világba, maga is zsidóként, gyakorlatilag annak a új birodalomnak a networkjét hozza létre, ahol ugye a menekült zsidók alapítják meg Caracas, San Paulót, Bombét nem, de ott telepet hoznak, itt máig is megvan az ottani ortodox vonal, aztán Isztambul, Thessaloniki, és akkor a Németalföld, és tovább.
Azért volt népszerű egyébként az inkvizíció az utolsó időkig Spanyolországban, mert ez egy népszerű intézmény. Mert úgy tudott az új rendszerben rendezkedni, hogy megszüntette a személyre szóló kamatos kamat hitelezést. Az inkvizíció ezt tiltotta. Tehát így volt a konszenzus. Hát az egész világ kamatos kamat alá kerül, akkor a lakosság, a spanyol lakosság egy védő, egy olyan rendszert, ezt ő sajátjának érezte, azért is működött. Tehát nem úgy működött, ahogy itt leírják a győztesek. Tehát a spanyol inkvizíció a nép számára felszabadulást hozott. Megszüntette az adósságot, megszüntették a lakáshitel problémát, de nem úgy, ahogy hogy meg is szüntetem, meg nem is. Tehát ezt meg lehet nézni. Már amikor az arab birodalom létrejön, az egész, tehát amikor meghódítják Ibériát, arról szól az egész, hogy keresztényeken uralkodnak az arabok és a zsidók, és a keresztények olyan adókat és hitelviszonyokba kerülnek bele, amely saját állapotukon nem tudnak változtatni. Tehát számukra ez az egész új, ugye korábban ott gótbirodalom volt egy rövid ideig. Na tehát, visszatérve a római birodalomra, tehát ez a szövetség létrejön, és ennek néhány példáját szeretném elmondani. Most a Juliusi példát most kicsit ragoztuk, következő fordulat, nagyon érdekes történet, Seustonius írja, hogy ugye Augustus császár lánya első házasságából az nagyon hát, kicsapongó életet él, de barátnője Heródes lányának, és ugye kvaterkálnak egymást közt, hogy a Heródes lánya, ugye Pannaszra meg Augustus lányához, azt hiszem Juliannának hívják, hogy mármint az Augustus lányát, hogy hát a papa azt akar, hogy ehhez a fickóhoz menjek feleségül, de én aztán nem akarok, és most mit csináljak erre, azt tanácsolja, azt hiszem Julia, hogy ne, menj csak félre, az apád parancsa nagyon fontos, úgyis azt csinálsz utána, amit akarsz, ahogy én is. Pont. Tehát a következő, ez nagyon érdekes, barátnők beszélgetnek, üzlettársak lányai. Tehát a következő, az maga, ezt is elmondtam, ugye csak visszapörgetjük, ugye az Auguszt, a evangéliumi részt, ugye Jézus pere, ahol ugye a rómaiak és a zsidó vezetőség együtt ezt ítélik halálra, de erről majd még beszélünk. És ugye ott leszem Lukács evangélista írja le azt a jelenetet, amikor ugye Pilátus beszélget Jézusra, és azt mondja, nem talált benne semmi bűnt, hibát, ekke homo ismerjük, és akkor a két főpap fölteszi a kezét, a kajfás és hajfás, hogy no hát akkor ilyenkor szoktam csúnyán elmélkába, megmondunk a császárnak, hogy nem vagy a barátja. Amicus. Ugye Amicus, ez a barát, ez Tiberius idején is a legbelső császári bizalmi körbe tartozóknak a megnevezése. Na most ugye, ha ketten vagyunk tulajdonosok egy cégbe, a cég vezetésbe azok kerülhetnek bele, aki mind a két tulajdonos elfogad. És az egyik tulajdonos azt mondja a másik emberre, te ez áruló, akkor a Tiberius korában, aki nem Amicus, aki Amicus volt, de elveszti a bizalmat, minimum a fejét veszik. Az a legkevesebb. Tiberius nagyon ember szerető császár volt, borzalmas. Tehát annak a magánélete, tehát pszichopata volt, más baja nem volt, de most Nérohoz képest, ugye, meg Caligulához képest, ugye, hát ugye, Néro a felesége, Poppea zsidó, titkára zsidó. Akkor ugrunk tovább, ugye Titus. Ugye Titus idején, de látszik, és ez egy nagyon tanulságos történet. Tehát Augustus már nem engedi Nagy Heródes végrendeletét végrehajtani. Az arányok változnak. Ugyanis a pénz kezd Rómába költözni. És Judea
következő menetben negyedes fejedelmek, csúszik lefelé ezen a Európa Uniós listán. Már nem egy privilégizált tartomány, hanem egy a sok közül. És ugye a harmadik generáció, a Titus idején mi marad? A nagy adók, a rómaiak, meg a szegénység. És erre a megmaradt, ott maradt zsidók fellázadnak a római birodalom ellen. Hogy bíznak-e a római testvéreikbe, én ezt nem tudom. De József Flavius azt írja, hogy értelmetlen volt a felkelés, tehát és sajnálkozik. És ugye kiveri le Titus, akinek a felsége Berenike, és Berenike kicsoda, nagy Herodes unokája. Tehát, hogy ezt látjuk, ugye ebbe a cionizmus, internacionalizmus, Izrael cél, vagy csak eszköz? Vagy cél és eszköz is? Nem mindegy. Marad egy privilégizált tartománya, vagy egy központja, egyik központja a birodalomnak, mint ahogy Cézár és Augustus idején volt, vagy pedig ez is eszköz. Mint ahogy eszköz maga Róma is, nem csak cél. Tehát az Egyesült Államok is egy eszköz. Ha kell, átalakítjuk az is. Tehát ehhez képest a Judea is, Izrael is ebben a rendszerben is mozoghat. Tehát ez egy nagyon tanulságos történet. Ugye aztán a történetünk vége, ugye az első század elején, a második század végén már eléri a birodalom a legszélsőbb határait. Ugye tudjuk, és aztán utána nem tud tovább terjeszkedni. Északon előttem van észak, ugye a germánok, meg az időjárás, mögött előttem van az észak, hátam mögött dél, a sivatag, keleten a nap kél, meg a pártusok, meg a perzsák, nyugaton meg nyugszik, ott meg az óceán. Tehát bezárul a dolog. És innentől kezdve a Severus dinasztiában már átalakul, szépen katonacsászára a dolgok. Kemény, állandó csoportosítás ide-oda. Ugye ezt tudjuk a történetet, eljut a birodalom egy olyan pontra, hogy Bizánc, ami a Selyemút végén van, megtartja pozícióját. A nyugatot meg egyre kevésbé lehet finanszírozni, mert több a költség, mint a bevétel. Felélik a forrásokat, és eljön az a pillanat, például a Britanniába, egyik napról a másikra, azt mondják a római légiósoknak, de ez így történik, egyik napról a másikra, fiúk, több pénz nincs. Ott van az utolsó gályák. Aki akar, jön, aki akar, itt marad. Holnap döntünk, indulunk. Ennyi. És hazamennek, és ugye két a történetnek a vége, hogy ahogy ezt is elmondtam, megint ez a régészet, ugye angliai példa, római hódítás előtti kézművesedényeket ismer, látjuk, a akkori kis fejedelmek edényei, meg a köznép edényei, nagyon szép színvonalú. Jön a római kor sorozatgyártás, egyen edényekettől eszik mindenki, a sorozatgyártás szabvány minőségének megfelelően. Elmúlik a római birodalom, tehát utána még pörög-pörög ott próbálják tartani a rendet, de a vége meg átalakul. És ugye az 5.-6. századi edények, fejedelmi edények minősége gyengébb, mint a római hódítás előtti köznépi edények. Tehát gyakorlatilag ez egy letermelt terület, ahol már a végén az apparátust, a hadsereg együtt se tudta fenntartani a rendszer, és már Róma se tudott annyit kipótolni a szükséges költségeket. A másik maga a Róma, ma Itália, ahol a végén annyira elvadulnak a dolgok. Ugye nem csak, hogy jönnek az új népek, a germánok, meg mások, nem, ez még talán a jobb, de a földművelésnél lehet látni, hogy ugye egyszerűen már a végén annyira kizsigerelik a földeket. Egyrészt nincsenek állatok, nincs elég trágya. Másrészt
nem a vetésforgó szerint működtetik. Annyira kizsigerelik a végén, hogy olvastam, meg hallottam, és hogy körülbelül a 9. század az, amikor az római, az itáliai földek annyi embert el tudnak tartani, mint korábban a 3. században. Tehát kellett egy 500 év, mint újra termelődjön az egész, újra életképes legyen. No, ennyi. Most pedig felrajzolom ennek a hatalom pénznek a keresztény szakrális rendszerét, amely ugye egy Krisztus után több, mint az ókori. Mind a kettő rendszer azon alapul, hogy van azon alapul, mint a szakrális rendszerek mindegyike, bárhol és bármikor a világon, hogy van egy fenti teremtő világ és egy teremtett lenti világ, makrokozmosz, mikrokozmosz, ahol fent és lent, ahol a teremtő világ a tökéletes, az állandó időhöz és térhez nem kötött, harmonikus, kiegyensúlyozott és el nem múló. A teremtett világ pedig időhöz és térhez kötött, elmúlik. Nem tökéletes. És ugye mindig a fenti világ törvényei azok, amelyek a lenti világ betartja, akkor meg tudja magát újítani, és a maximumot ki tudja hozni a tökéletlen világból. Plusz az egyén is a halál végén, ugye akár az egyiptomi mitológiában, akár ugye a görög mitológiában, ugye ki tudja fizetni aki átviszi az aranyat, az arany az az isteni jelenlét mindig. Tehát amennyiben elég isteni tartaléka van, ez azt jelenti, hogy a halál folyóján át tud kelni az örökkévesek. Tehát az egyiptomiak meg a szívet mérik meg, és így tovább. Tehát lényeg az, hogy a keresztény világ ennél több. A keresztény világ ugyanis nem csak egyfajta igazságosság elvét fogadja, ami mérték, ugye ember-ember és közösség és ember közti mérték, tehát én megadom a másiknak azt, ami megilleti, és ő is megadja nekem tiszteletet ide-oda, munkásnak a bérét, a munka után, az közösségnek, ami tartozom a közösségnek, a közösség pedig felém, amivel ő tartozik. Ez egy arányosság, tehát ha kicsi vagyok, akkor kicsik a jogaim, kicsi a kötelesség, ha erősebb vagyok, nagyobb vagyok, több a jogom, több a kötelezettség, és ezeknek is egymás közötti arányát nem lehet változtatni, mert akkor bomlik az el. Tehát ha nekem csak jogaim vannak, akkor a többieknek csak kötelezettségei. Tehát gyakorlat, ha egy rendszeren belül. Tehát ezt nem szabad, ez egy arányossági mérték. A keresztényben, a hitben, a szeretet pedig ennél sokkal több. A szeretet ugye azt mondja, hogy nem csak azért adok, hogy várjak ugyanannyit. A szeretetben adok, mert akarok adni, áldozok is a dologért. És aztán lehet, hogy ezt visszakapom. Ha nem őtőle, akkor majd őtőle. De leginkább ugye az Istentől, hogyha a végső ítéletkor. Tehát a szeretet, az áldozat, és ugye ebben a rendszerben a szenvedésnek is értelme van, mert ugye az világ elmúlásában benne van a szenvedés, amely ugye egyrészt onnan jön, hogy a jóért vállalok többletet, áldozatot, jóért, igazságért. Ebből fakadhat szenvedés, ha jóért vagy az igazságért. Vagy pedig nem küzdök, de mégis akár a fogam fáj, akár elvesztem valakimet. Akkor ez is egy szenvedés. De ha ezt a szenvedést imával vagy cselekvéssel felajánlom az Úrnak, akkor a szenvedés része annak a rendszernek, amit a szeretet működtet, hiszen maga Krisztus is ugye többször is megalázva magát, Istenből emberré lett, emberből pedig feláldozza magát ugye az egész világért. Ez egyrészt az áldozat elfogadása is, és az áldozat és a küzdelem is, amelynek következménye a szenvedés. Tehát az utolsó napokban benne van az is, hogy ha lehet a kelyhet, nem ihat, ne igyam ki, de ha mégis, akkor elfogadom. De ugyanakkor az egész élete egy
életcélbe a többiekért való áldozathozatal. Na most a szeretetre között rendszert lehet építeni. Na ezt akarom most felrajzolni, most körülbelül 6 óra 20-kor kezdtem, és most vagyunk 1 órája és 35 perce tartom a dolgot, de szeretném úgy nagyjából 8 körül befejezni, de megpróbálj. A szeretet rendszerét az elmúlt évezredben sokan leírták. A legutóbbi összefoglalók közül 2-re alapozok most. A 2 egymástól független. Az egyik Benedek pápának az enciklikája, amit sajnos nem írtam fel, és most nem elfelejtettem, ami a szeretet rendszeréről szól. A másik pedig Vas Csabának a rendszere, ami szintén ezen a gondolatiságon mozog, de mivel Vas Csaba először hallottam erről, előbb hallottam, mint Benedek pápa írása megszületett, tehát nem átvételről van szó, de a gyökerek ugyanazok, tehát nagyjából a dolgok egyfelé mozognak. A szeretet rendszerét mind a két szerző a görög szeretet kifejezésekre építi fel. 4 szeretet fogalmat használ a görög, és 4 szeretet fogalmat használ ez az én 2 forrásom is. Az első, ez az érosz. Az érosz különböző neműek között, férfi és nő közötti szeretet kapcsolatot fejezi ki. Az ember lelki, szellemi és biológiai lény, ahol ösztönök munkálkodnak. A két nem közt, ugye az ösztönvilág megvan, de ezt is fel lehet emelni a szeretet szintjére, túlhaladni, hogy a görögök hívták, hogy a vadak üzekezése, a szeretet rendszerére, és akkor intézményeket tudunk létrehozni. Az első, ugye a két ellentétes nemű szeretet kapcsolata, amivel benne van és feltétele a nemiség, de nem az egyetlen cél és eszköz, hanem a rendszer része, aminek és része annak, amit házasságnak hívunk. A házasság egy intézmény, ahol több, mint nemi kapcsolat, hanem a két az ellentétes neműnek a közössége, aminek része a nemi kapcsolat. És sőt, a házasságnak feltétele a katolikus keresztényekben. Nincs nemi kapcsolat, az egy önként vállás lehet, de házasság nem csak nem bontók, hanem érvénytelenítők is lehet. No, tehát a házasságból gyerekek születnek. Ebből pedig létrejön a gens, azaz az etnikum. Ha nincs házasság, szeretett kapcsolat, nincsenek gyerekek, nincs gensz, vérségi leszármazás, nincs etnikum. Ugye az éroszt összeszokták keverni a szexel. A szex az csak a biológiai kapcsolatra kapcsolat, de abból már nincs házasság. Gyerek meg aztán még kevésbé, esetleg, véletlen. De se áll össze házassága. Tehát semmiképpen nincs etnikum. Kihal. Megszűnik a család, és megszűnik az etnikum. Ha nincs szeretet kapcsolatra építve, beépítve a két különböző nemű kapcsolatrendszerbe. Tudom, ezt jobban ki is lehetne fejteni, de ha érosz helyett szex van, abból majd szokták mondani, kupleráj lesz, nem etnikum. Na most a következő, itt 4-et akarok felrajzolni. A következő az areté. Az areté a nemi kapcsolat, az ember-ember közti olyan kapcsolat, ahol már nincs jelentősége a nemiségnek, illetve a vérségi kapcsolat kiterjesztése szakrális kapcsolatrendszeré. Most miről is van szó? Ahogy ugye itt a gyermek vérből születik, és vér szerinti születése van. De minden szakrális rendszerben a gyermekeknek van szakrális születése is. Nem csak vérségi kapcsolat.
Ugye ez a keresztény rendben melyik az? A keresztség, igaz? Egy további lelki növekedés szintje a bérmálkozás, illetve a konfirmáció. Na most ez a rendszer nem csak azt jelenti, hogy az embernek nem csak vér szerinti születése van, hanem ahol keresztség van, ott keresztszülők vannak. Ahol bérmálkoznak, ott bérma vagy szülők vannak. És ez kiegészülhet, keveredhet például a magyar falu közösségbe a komasággal. Tehát az egész lényege az, hogy a közösségen belül a vérségi kapcsolatok, a családok kapcsolatok, a családi kapcsolatrendszer összeköti, közösségé szervezi egy szakrális kapcsolatrendszer. Vannak még példái. Tehát például az egyik legszebb a lelki testvér. A lelki testvér azt jelenti, hogy valaki olyan közel a nem vérszenti testvér, olyan testvér, aki szinte én vagyok, és ő én. És a Magyar Honvéd hadsereget is még a régen, még a második világháború is ez alapján szervezték, mert egy faluból vitték a fiatalokat, mert ezek a fiatalok, ha kenyeres pajtások és lelki testvérek voltak, és így működik egy jó hadsereg, az egyik nem inkább meghal, mint hogy a másikat fedezetlenül hagyja az ellenség által, feláldozza magát. Tehát a lelki testvériség az áldozathozatalnak a legnagyobb. Ugye ki az, ahogy mondja Jézus, kinél van a legnagyobb szeretet? Aki a barátjáért meghal. Na ez a lelki testvériség. Tehát gyakorlatilag az areté, tehát itt a nő-férfi megszentelése, itt az ember-ember kapcsolat szakralizálása. És ha ezen tovább megyünk, létrejön a náció. Mi a náció? Ez azt jelenti, hogy a vérségi kapcsolatokba fűződő rendszereket is át lehet hidalni. Ugye a magyar archiregnum, Hungária archiregnum azt jelentette, hogy nem csak a magyar, vagy a szász, vagy a székely, horvát, besenyő, cigány, zsidó kapcsolatrendszerben belül. Egyrészt ugye most a zsidót hagyjuk, mert az egy más szakrális rendszer, de a többi ugye keresztény. Ugye ott magán mondjuk egy szász vagy egy magyar közösségen belül is a vérségi kapcsolatokon túl egy szakrális kapcsolatrendszer összeköti a közösségbe lévőket. De ez túlléphet azon, fölléphet egy olyan szintre, amikor a különböző etnikumokat kapcsolja össze egy rendszerbe. Nem kell megtagadni az etnikumot, de a két etnikum között van egy olyan szakrális kapcsolatrendszer, ahol mindegyik etnikum egy hazában megélheti a saját etnikumát, de van egy olyan közös rendszer, amely túllép az etnikai kapcsolatrendszeren, és az etnikumokat közös rendszerre építi. Ez a náció elv. Nagyon kevés nemzet képes arra, hogy túllépje az etnicitás elvét. A legtöbb nemzet, most nem a mostani 200 év polgári nemzeteire gondolok, hanem a évezredeken során a legtöbb nemzet csak addig jut el, hogy a saját genszéig. A többi az már ellenség, vagy nem érdekes, vagy nem egyenrangú, vagy stb. De vannak olyan nemzetek, például a magyar gondolkodás, az elismeri, hogy vannak, hogy a népeknek, különböző népeknek megvannak a jogai és a kötelezettségei, kis népnek kis joga, kis kötelezettsége, de a másik nép nem terjeszkedhet rá, mert akkor nem tudja a maga etnicitását megélni, hanem egy mellérendelt viszonyba rendezi a különböző nemzeteket. Persze a magyar rendszerben ugye ez ugye maga a magyar rendszer is úgy épül, hogy egy törzsszövetség van, ugye egyenrangú törzsek, és azon belül a magyar a legerősebb, ami a Szent Dinasztiát, az az egyensúlyozó. A Hungária archiregnumban pedig az összes magyari törzs az egyensúlyozó, amely el tudja képzelni ugye a rendszert, hogy vannak horvátok, vannak szászok, vannak besenyők, sőt a zsidók is, a cigányokkal is ugye a negyedikből a szerződést köt, amik tart is ugye a 20. századig, ugye a romungrókkal többségben vannak, akik később jönnek, azokkal semmilyen szerződés nincs,
tehát nem is tartanak be semmit, mégis ők uralják a roma, a cigány, meg így csinálták meg az elmúlt 50 évben, de ez egy külön történet. Tehát a náció elv arra alapozódik, hogy az ember-ember közti vérségi kapcsolatot, anélkül, hogy megtagadnám az őseimet, a vérségét. Tehát a magyar paraszt is 7. ízében tudta visszavezetni az őseit. Van egy kapcsolatelv, ami áthidalja a nemzetek közti, az etnicitásokon közötti különbséget. A következő, a filia, ez az ember és a világ közti szeretet kapcsolat. A világ az a természetes környezet, illetve az ember által teremtett környezet. Ugye az ember társteremtői mi voltja jön itt elő, Istennek a társteremtője. Tehát ami rá van bízva, az a gondoskodnia kell. A gondoskodás szó itt egy nagyon fontos, és a gondoskodás azt jelenti, hogy a természet, egyrészt a természet felé ugye anyaföldről beszél, vagy materializmusról, amely ugye beszéltünk, hogy a hatalmi technikák egy része ugye a fogalmakat elfelejteti, vagy átrendezi más tartalom. A materializmus azt jelenti, mint a római jogban a dolog. Uralom, és azt csinálok fel, amit akarok, következmény, az legfeljebb engem érdekel. Tehát a mai materialista szó azt jelenti, hogy van a világ, és én azt csinálok vele. Nincs egy gondoskodás, érzelmi, gondolati viszony a szóba, de korábban volt, hiszen a máter ott van benne, az anya, mint az anyaföldben is. Tehát gyakorlatilag a gazdálkodásban pedig a kölcsönösség, a szolidaritás, a közös védelem rendszere. Itt számos példa van. A céhek rendszere, amely ugye nem arra a versenyre alapoz, hogy a másikat tönkre tegye. Mindenkinek jusson és maradjon a különböző céhek között, és a céheken belül is a hierarchiában. Tehát a mestertől az inasig, még nyugdíj, meg egészségbiztosítás is. És akkor egész alkotja a várost. De a faluba a földbirtok és a paraszti birtok konkubinátusa is eredetileg ezt jelenti. És tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a gazdálkodásban a pénz legfeljebb hitel lehet kölcsönformájában. De nem már hatalompénz. Mert az már nem ismeri a kölcsönösséget, nem is teheti. Nem ismeri el a szolidaritást. Elképzelhetetlen, hogy kalákák működjenek meg, egymásnak hitelezzenek az emberek hitelszövetkezet, vagy helyi pénz, vagy a modern megfelelői ezek. Tehát gyakorlatilag minden, ez a gazdálkodási rend ugye arra alapozódik, hogy az anyaföld is megkapja azt a gondoskodást a termelésből, hogy ne számolódjon föl. Tehát gyakorlatilag ez egy szolidaritásos rendszer, a kölcsönösség, annak megfelelő hitel, a közös védelem, és ebből következő együttkövés. Ha ez megvan, erre lehet egy szilárd önkormányzatiságot alapítani, amely önkormányzatiságok különböző szintjében rendeződnek a genszek, illetve a kisebb nációk, és az egész ad egy nagy közösségi rendszert. Ugye ennek az egyik magyar alapja az ősiség. Az ősiség, amely nem engedi, hogy a föld tulajdon legyen, és ugye ennek ugye a Szent Korona a tulajdonos, nem a király, nem a nemes, nem a paraszt. Tehát innentől kezdve, tehát úgy birtokolja, ami ki nem hal, és így tovább. Tehát ezzel sokat beszéltünk. A lényeg az, hogy az ősiséget akkor emeljük törvényi, amikor az első hatalmi pénzügyi válság kirobban 1340-es években Európában. Azért, hogy a magyar föld ne legyen jelzálog alapú. Tehát a hatalom pénzrendszere, a monetáris hatalom ne tudjon felépülni Magyarországon, vagy korlátai legyenek, hiszen a jelzálog, a hatalompénz fedezete az állami, a személyi tulajdon, de leginkább a legstabilabb az arany meg a föld. De a föld az még fontosabb. Tehát, hogyha van tiltva
hogy hogy a Földre jelzálogot lehessen tenni, akkor az azt jelenti, hogy a hatalom pénzrendszere nem tud működni azon a területen. Ellenben olyan bázist ad, amely működtetni tudja ezt a szolidaritásos, közösvédelme épülő gazdaságot és erre épülő önkormányzatiságot. El szoktam mondani, hogy amikor a monetáris hatalom tehát bezárul Magyarország körül a gyűrű Mátyás király idején, és utána a hatalompénz dinasztiája, Erdély dinasztiája, ugye a Habsburgok által, lent meg a törökök által, ugye kiviszik, amit a fejedelmi szuverenitáson keresztül ki tudnak vinni, ugye azt a rengeteg rezet aranyat és ezüstöt a Felvidékről és Délvidék és Erdélyből, amiből ugye a Habsburg spanyol hadsereg a második legnagyobb résztartaléka innen jön Magyarországról 100 éven keresztül, és csak második, és a bolíviai mezőkön túl, amit nem tudnak elvinni, az, ami a forgalomképtelen földből kitermelt haszon, amelyből önkormányzatiság van, amelyből országgyűlés van, magyar kultúra, magyar nyelv és területvédelmi haderő. Ehhez nem tudnak hozzányúlni, mert a király nem magántulajdonos, a bank pedig nem tud jelzálog szerint. Hiába a Fugger, majd stb. Az egész birodalom a hatalompénz struktúráján épül, és tehát akár a királyi felségjog alapján, akár vámrendszeren alapján viszik ki a pénzt az országból, valamit nem tudnak elvinni. És amíg ezt valamit nem tudják elvinni, addig mindig újra tud gyakorlatilag szerveződni az ország, a közösség. Na most a következő, az pedig az agapé. Ez Isten és ember közti szeretet kapcsolat. Tulajdonképpen, amikor Isten szeretetét az ember fogadja, és annak rendszere szerint él, aznak a rendszer szerint él, ezt működteti. És akkor üdvösségre is juthat. Ugye ennek az alapvető eszköze a kommunió. Ugye a katolikus hitben ugye az oltári szentség alapvetően, de minden szentség és minden szent cselekedet és magatartás és lelkület, amely az Isten-ember szeretet viszonyt ápolja. És a kommunió az a közösség, Isten és ember közti belső elválaszthatatlan közösség, amely, ha megvan, akkor képes egy emberi közösséget az alapján felépíteni. És tulajdonképpen ez is ugye, hogy a materializmusból az lett, ami ma, a kommunióból, meg kommunizmus, tehát gyakorlatilag, meg kommunikáció, és így tovább. Tehát valami közösségiesség benne van, de Isten nélkül. Tehát, és ezt az egészet, ez úgy, ahogy van, egyébként adja magát a Szent Koronát, a Hungária Archiregnumot, vagy másképpen a Szent Korona eszmeiségét, amihez van még egy mitikus elem, amely a magyarság származása elhivatottsága a koronán keresztül, ez még a plusz, de ezzel együtt adja a Szent Korona eszmeiségét, és ugye ennek a joga a Szent Korona tanra alapozódó közjog. Most nyilvánvaló, hogy az a hatalompénzrendszere, amit előbb felírtam, az a koordináció, hát ez alapvetően nem működik. Tehát bárhol, egyenként és külön le kell bontani. Ugye az első támadás ide jön. A második támadás ide jön. A felvilágosodás új emberképe, nincs Isten. Az ember maga az Isten, vagy a filozófus, aki megmondja, a forradalmár, aki megvalósítja, az értelmiség, aki magyarázza és működteti. Tehát gyakorlatilag, és a bankár pedig finanszírozza. Tehát gyakorlatilag ez a második támadás. Elmehetsz barátom a misére, az Isten tiszteletre, de ha bemész a bankba, vagy kimész az utcára, más játékszabályok vannak. Ezt még így el tudom fogadni, mondja a Medici erkölcs. Tehát ez, de legjobb, hogyha nincs ilyen, mert hát ha felébred a további gondolkodunk, mert igazságosak meg áldozatképség nem csak
Hogy tudok lenni? Akár kezdődik a családommal, kezdődik, folytatódik a közössége. De ha ebben nem tudok megvalósulni, akkor éhen halok, vagy beleillek. Ha beleillek, akkor tehát valahol az egész, tehát gyakorlatilag ugye ezt már teljesen megszüntették. Ugye a nációt. A polgári nemzet ugye alapvetően olyan etnicitáshoz kapcsolt érzelmi kiválóságot jelent, ami ugye enyhébb fokozata a nacionalizmus, a többi fokozata a minden. Tehát ami a másikat kvázi alárendeltnek tekinti, vagy eszköznek. Tehát ez teljesen kiszűrődik, de már a faluba és a közösségen belül. És ugye a végén jön ez, tehát gyakorlatilag, és annál, tehát a házasság is, hát gondolják el, hogyha a szülő ad a gyerekének pénzt lakásra, nem azért adja, nem kamatra adja általában. És valamikor nem is, hát az szeretetben nem, hanem arra gondol, hogy ő is majd adja az unokaöcsnek egy generációval később. De hát akkor nem a banktól veszi fel a hitelt. Ez már nem jó. Mert ez gátolja a pénz tovább menetelését. És ha lezár egy falat, ez elkezd haldokolni, és ez meg még mindig működőképes, mert ott működik a szeretet. Kizárja a kettő egymást. Teljesen kizárja. És tulajdonképpen ez a keresztény szeretet struktúra, ami Magyarországon a Szent Korona eszmeiség az, ami mindegyik benne van, és a tan, és Magyarország gyakorlatilag a nyugat-európai, meg a világban, ahol ezt valamilyen módon így-úgy fölépítették, vagy föl akarták építeni. Ezt nagyon szét lehetett hasítani. Bárhol be lehet menni, de a magyar gondolkodásban nem négy egységként szerepel a dolog, hanem egy egységként. És mert nekünk egy szavunk van, a szeretet. És ugye azt meg tudjuk, ennek az alapja, szógyöke a szer. És minden, ami a szer benne van, Istennek tetsző cselekvést jelent, amiben benne van a kommunió. Akár szeretünk, akár szerelünk, akár szerzünk, akár az ország szerét tesszük, akár szerzetesek vagyunk, akár szerelmesek vagyunk. Tehát ez egy. És éppen ezért a magyar világot addig, amíg az utolsó sejt is él, nem lehet felszámolni. Mert magába hordja az utolsó sejt is az újjáéledés lehetőségét. Hiába terrorizálnak minket már évszázadok óta, és most jut el a totalitarizmus. Most van az a pillanat, ezek az évek, amikor az utolsó sejteket számolják fel. Az utolsó sejt, nagyon kegyetlenül, és nagyon aljas módon. Most, ezekben az években, jobban, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt. Ez saját sorsomon és a barátaim sorsán végig tudom követni. Mert most már, ahogy mondtam, nálunk gyakorlatilag ugyanaz a csapat intézi az internacionalizmust 70 év óta, és közben a cionizmust is 70 év óta. És tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy nálunk kevésbé van mozgás, mint esetleg valahol máshol. És olyanok vagyunk, mint az egérfogóba. És most már tulajdonképpen gyakorlatilag ugye a nemzeti lobogóval sokkal jobban lehet célt érni, mint szemkilövetéssel. Ismerjük el. És ugye most már, és most már tényleg egy-egy gyöngy van, már gyöngysor sincs, és kincstár sincs. Kincstár már régóta nincs. Gyöngysor sincs, gyöngyök vannak itt-ott elszorva. És most a gyöngyök levadászása folyik nagyon brutálisan. Titkosszolgálati, pénzügyi, mindenféle költségeknek a korlátlanságával. És ugye gyakorlatilag ez azért van, hogy a következő váltásra már ne legyen még senki, és nem, hogy visszaszóljon, hanem gondoljon valakit. Mert jön a következő váltás. Ezt meg majd ugye, ezt ugye egy több verzió van. Ebben egyik verzió, ugye szoktam mondani, ugye a
Habsburg restaurációnak a szervezeti rendszer az elmúlt 20 évben kiépült, és tavaly elindult a kommunikáció, a marketing, nem a marketing. Nagyon érdekes azért, hogy ugye Lázár János barátom állandóan ugye a Habsburgok segédnyalja, de a Orbán Viktor barátom meg beszól nekik, most is. Ugye március 15-én nagyon kemcsök fölkaptam a fejét. Vannak különbségek, mert tulajdonképpen a Habsburg imázs arról szolgál, hogy a látványsót is lecseréljék, ne csak a valóság az marad, de látványsóban más legyen. Tehát na, hát szóval, de ez, hogy kerül mégis a bakancsa az asztalra, tehát még egyszer abszurd, ami abszurdnak tűnik. Szerintem ez egy, szerintem ebben a játékban maga az ötlet is végső halálra ítélése van, de velünk együtt. Tehát, mert ahogy mondom, én azt látom az elmúlt évszázadokban, hogy mégiscsak az internacionalizmus győz, és mindig a balhét, ahogy szoktam elmondani, az elmúlt 100-200 évben a nemzeti erők viszik el. Nézzék meg az első, második világháború, stb. Nemzetinek vagy álnemzetinek maszkírozott dolgok, hogy a királyságokból lesznek ugye köztársaságok a hagyományok ellen, különböző köztársaságok, aztán utána a köztársaságokból eltűnik a nemzet, tehát nézzük a második világháborút, és a mostani menet, ugye a globalizáció pedig kimondott célja az, hogy ne legyen csak az ember, aminek célját, életét, mindennapi mozgását, ugye egy totális rendszerbe működtetik, úgyhogy vissza se vegye, fel se tűnjön. Na most azért még annyit még a cionizmus, internacionizmus kettőségére, hogy valahogy egy nagyon jó barátom így is megfogalmazta, és én ezt elfogadom, és így van, hogy tulajdonképpen van egy olyan küzdelem, hogy akik otthon szeretnének maguknak, meg akik meg akarják hódítani. De ez zsidó-zsidó konfliktus is. Tehát úgyhogy no, hát azt hiszem még ugye annyit, hogy mennyire nem, olyan szimbolikus dolgok is mutatják, hogy mennyire nem vagyunk urai magunknak. Most hármat sorolok fel. Ez már most már túl éppen 10 percen 8 óra, de ez én tudtam, már abba hagyom a dolgot. Hát ugye a Paks 2,5 évvel ezelőtt ezt a Fidesz frakciülésen Lázár is ismertette, hogy ez egy Rothschild biznisz. Ebben be vannak vonva a részben az oroszok, mint akik építik. Akkor a műszakit, amit a németek meg a franciák hozzák, és az igazi bizniszt ugye a Bertelsmann cég, aki hozza az a dusított uránt nyugatról, de nem viszi vissza. Ezt majd nekünk kell, és ugye ezt duplán fizetjük meg. Egyrészt ugye a hitel, az állam nyújt és fel. És ugye itt már is alaptörvényes a dolog, mert az az, hogy nem szabad olyan adósságot felvenni, ahol, ami növeli az eladósodtságot. És azt lehet mondani, hát de ez nem az, csak nem mutatod be senki, ami azt mutatná, hogy nem növekszik az eladósodtság aránya. Másrészt pedig egyrészt megfizetjük a kamatos kamat hitelt, másrészt pedig az energiárak piaci árát, ami legalább 2-3-szorosra fog növelkedni. Ezt viszont már kiszámították és mutatták. De gondoljanak a Szulejmán kultuszra. Hát a magyar történelem egyik legnagyobb mészárosa a Szulejmán. Az maga is, de amit elindított, az hát többen haltunk meg, mint a tatárjárás, vagy mint a kommunizmus, meg minden izmus alatt. A Szulejmáni, és ahogy minket kezelt, ahogy mi rólunk beszélt, és az épp a tűrbe, hogy megtalálták, és ott jön az Erdogán, meg az izé, és a Szulejmán így, meg az izé, mint hogyha mi nagy honalapítónk lenne ez a vérgőzös tömeggyilkos. Nem csak minket nyírt ki, de minket nagyon. És akkor ugye
lesz nekünk egy Maccabi játékunk is hamarosan. Tehát ez aztán így együtt, és ez mind a nemzeti, a keresztény, a szuverén, a független, a Brüsszel ellen, Izsai ellen, mindenki ellen, és ez a nemzet, az is, egyfolytában, és akkor milliók, hát igen, mert azt hallják, amit akarnak hallani, és azt hiszik, hogy úgy van. És semmi más nincs, ami elmondja, hogy nem úgy van, át vagytok szarva verve. Csak ugye sokkal jobban lehet így parasztvakításban, mint más eszközökkel. De ez is csak addig tart, amíg a cél be nem következik. És esetleg, ha tényleg elfoznak, akkor nem lesz már uniós támogatás ugye néhány év múlva. Mert ugye megszűnnek, tehát átalakítják. 2-3 éven belül nem jön több. Se kohéziós alap, semmilyen alap. Sőt, még ugye a mezőgazdasági földalapú támogatást is megszüntetik. Le fog állni mindent. A húgom benne van ebben a bizniszben, egészen más földiség. Tehát neki van pénze, nekem nincs pénze, ő benne van, és stb. Neki már mondták, ez a, amiben dolgozik még 2 év, és utána megyünk, mert nincs több pénz. Ez a, és akkor 2 év múlva keressen, menjen ő is velük nyugatra. Leáll minden. Tehát akkor a balhét valaki el fogja vinni, valószínű OV. És akkor valami nagyot kell kavarni, hogy az embereket megnyugtassák, valami új jövőt, és akkor majd Gyuri bácsi, akkor már bácsi lesz, belovagol, nyer itt is hozzá, beszélni amúgy is nehezen tud, most már megtanítják, jobban tud, mint Ferenc József magyar, az a kész, kétség, mint második József. Tehát azok a Habsburg szörnyellák, akik szörnyfigurák, akik itt az évszázadok alatt fölsokszorozottak, tisztelt a kivételnek. Mert Ferenc József utolsó, meg Károly, az már emberi év volt, meg második Lipót, talán Mária Terézia is, meg még egy-kettő, de a többi, ahogy is kinéznek, na most egy ilyet becsomagolni. Szóval ez, de szerintem nem fog ám sikerülni. Tehát az az igazság, hogy ez már oly merész és oly pimasz, hogy azok, akik itthon akarnak lenni zsidók is, se fog nekik tetszeni a dolog. Azt gondolom. Nem hiszem, hogy kapnak, de ez nem. Tehát a lényeg az, hogy ez nagyon, tehát én így látom, így látom, és de a gondviselés is fog segíteni, nem? Túlvezet minket, kivezet, tudom, persze, értem én. Tehát nem, ez, hát igen, meglátjuk, tehát ettől félnek, ez tény. Ez egy helyes meghatározás, de meglátjuk, tehát... De legalább tudjuk, hogy nekünk volt egy, tehát egyrészt a keresztény világnak volt egy üzenete, voltak próbálkozásai. Az egyik legteljesebb, épp a magyar történelem a Szent Korona eszmeiséggel együtt. Most én azt gondolom, ha ennek vége, akkor mindennek vége. Tehát, én ilyen szimpán gondolom. Ha Isten kegyelem nem lenne, akkor már az emberiség se élne szerintem. Már régen kiirtották ki. Hordtuk volna magunk alól az élet lehetőségeit. No, maradjon, ez egy optimista befejezés szerintem, úgyhogy avanti popolo, tehát köszönöm szépen, és nem tudom, hogy nem... Nem tudom, az előadás, a következő előadásom húsvét előtt lesz, vagy húsvét után, ezt meg kell nézni. Ugye húsvét után, Zoltán, akkor áldott... húsvétot szeretnék önöknek kívánni. Még lett volna egy frappáns megjegyzésem, de sajnos elfelejtettem. De, úgyhogy köszönöm szépen.